Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A dobogó esélyes Monor otthonában elért értékes döntetlen után a bajnokságban idáig bukdácsoló Kecskemét legyőzésében bíztak a szekszárdi UFC szurkolói, ami azért kellett volna, hogy bebiztosítsa helyét a csapat a középmezőny elején. Ám a jó erőkből álló, a javulás útjára lépett Kecskemét feladta a leckét a védelmében erősen tartalékos UFC-nek, mely némi meglepetésre sima 3 gólos vereséget szenvedett. Már az első percben támadólag lépett fel a Kecskemét, és uralta is a játékot, ami meglepetésként érte a szekszárdi csapat szurkolóit, mivel a lilafehérek kevesebb pontot gyűjtve a szekszárdi UFC mögött a 13. helyen álltak a tabellán. Egy baloldali támadás után a középre betett labdából Patvaros Béla lövése a kapufát találta telibe, amihez kellett a szekszárdi kapus segítsége is. Ahhoz, hogy az UFC ne kapjon gólt az első félidőben, bizony szükség volt a második számú szekszárdi kapuvédő Mityok Roland több határozott közbeavatkozására a 16-oson belüli lövéseknél. Az UFC szorványos kontrái olykor eljutottak a kecskeméti 16-oson belülre, de pontatlan bejátszások vagy az érkező játékosok hiánya miatt ezekből nem alakult ki komolyabb gólhelyzet. Szünet után kis szerencsével gyorsan akár a vezetést is megszerezhette volna az UFC. Királyházi jobboldali beadása gólhelyzetben találta Dombi Gergőt az 5,5-es sarkánál, ám a csatár perdítése túl gyatrára sikerült, a kecskeméti kapus könnyű zsákmánya lett az. Ezzel lényegében véve el is lőtte a hazai csapat valamennyi puskaporát, továbbra is a Kecskemét játszott fölényben és gólveszélyesebben, és kisvártatva a 49. percben be is indult a lilafehér gólgyártás. Egy pontosan felévelt labdánál Patvaros a neki díszkíséretet adó védők mellett lőtte ki a bal alsó sarkot 0-1. A következő gólért már senkit sem lehetett hibáztatni az UFC-nél, legfeljebb azt, aki a szabálytalanságot elkövette. Mert hogy 3 perccel később az előbbi gólszerző Patvaros nehéz szögből, szabadrugásból szépségdíjas gólt lőtt a bal kapufa érintésével a hálóba. Szekszárdi UFC Kecskemét 0-2. Egy-két ígéretes szekszárdi támadás ugyan feljegyezhető volt, ám nem okozott különösebb gondot a kecskemétieknek, de jobban benne volt a játékban a 3. kecskeméti találat, mintsem a szekszárdi, amely a 73. percben meg is született. Egy ezúttal jobb oldalon végigvitt támadás után. Martin Gábor úgy játszotta tisztára magát, hogy nem érkezett a sárgák részéről besegítő, és 7 méterről nem volt túl nehéz dolga ahhoz, hogy a kapuba találjon és beállítsa a 3-0-ás végeredményt. DNS Pál az UFC edzője a sima vereség főokát a védelem meghatározó játékosainak hiányában látta ezúttal. Ha 2-3 játékos kidől, akkor sajnos olyan úgymond rutintalan játékosokkal kell pótoljuk, mint aki pár meccset játszott az elmúlt időszakban. Azért gondolok a Dombi Gergőre, vagy a Béla Danira, vagy mindjárt az 5. percben sajnos a Márton Eriket le kellett cserélni. A Juhász Márton is az elmúlt hetekben sérült volt, tehát most fősoroltunk 3-4 olyan játékost, akinek a kidőlésével sajnos be kell látni, hogy nem vagyunk olyan masszívak. A Kecskemét ellenben hátul nagyon masszív volt, és büntette a hazaiak védekezési hibáit. Zorán Kuntvis csapata jóval erősebb annál, mint amit a táblázaton elfoglalt helyezése mutat. Mi tudtunk, hogy a Szekszárd ez kellemetlen csapat, hogy az utolsó forduló a Monor ellen x-eltek, ugye a Monor ez jó csapat. Igen, de úgy beszéltünk meg, hogy ne adjunk, szóval mit tudtunk nagyjából, hogy honnan jön a veszély, ugye, és azt próbáltunk azt, vagyis játékosokat megbeszéltünk, nagyon-nagyon fegyelmezett volt az egész társaság, úgyhogy egymásra küzdötték, ami nagyon fontos, és nem lehet akkor más eredmény, mint ez a győzelem. Azért azt is tudni kell, hogy a Kecskemét az jó állományú csapat, jó menedzser csapat, úgy gondolom nem is erre készültek, hogy a 13. fordulót a 11. helyről várják, tehát én ezt
mi ezzel tisztában voltunk, és tudtuk. Sajnos nem tudtuk olyan top állapotba fogadni őket, hogy esetleg pontot vagy pontokat szerezzünk ebből. A középmezőny szorosságára jellemző, a Kecskemét ezzel a 3 ponttal följött a 8. helyre, az UFC pedig ezzel a vereséggel a 11. helyre csúszott vissza 13 forduló után az MB3 középcsoportjában. Véget ért a kajakkenu versenyévad. Kiszli Vanda 2019-ben egy fantasztikus szezont zárt. Az atomerőmű SM maratoni kajakosa 2 éremmel tért haza az októberi világbajnokságról. A Kínában lezajlott maratoni kajakkenu világbajnokságon Kiszli Vanda egyéniben 2 aranyérmet zsebelt be. Mindamellett Pupunó Émivel párban 1/5. helyet értek el. Kiszli Vanda 3. éve szerepel a felnőttek között. A 2019-es év utolsó versenye volt a kínai VB. Vanda elégedett, az esztendő jól sikerült számára. Nekem az év eleje az mindig kicsit nehezebben indul, mint amire számítanék, vagy mint amire vágynék, hogy tényleg az első versenyen már olyan formában legyek, ami számomra megfelelő. Ugye most is a Maraton Magyar Bajnokságon 2. helyen végeztem, de ezzel is kvalifikáltam magamat az Európa Bajnokságra, szóval ebből a szempontból nem aggódtam, hiszen tavaly ugye nem sikerült egyesbe kijutnom az EB-re, úgyhogy most mindenképpen az volt a cél, hogy első 2 helyen szerepeljek valahol az OB-n. Mindegyik eredményemre büszke vagyok, nyilván mindegyik más miatt fontos nekem, más miatt tudom kicsit jobban szeretni, mint a másikat, de most nyilván a világbajnokság az ugye kicsit minden fölött áll, és ugye 3 számba is szerepeltem, nekem ez fura volt, hiszen idén volt először az, hogy a rövidkörös versenyek is világbajnoki számnak számítanak, és furcsa is volt egybe, hogy tényleg 3 számba indulok, de kicsit olyan megnyugtató érzés, hogyha az egyik nem sikerül, akkor még ott a másik, viszont most sikerült jól kezdenem, ugye a rövidkörös versenyt is megnyertem csütörtökön, majd jött a hosszú egyes szombaton, ott is sikerült nyernem, és tényleg felszabadultan indulhattam már a páros versenyen is, az is megnyugtat a párosba, hogy van mögöttem valaki, aki, hogyha nem tudom, testileg vagy lelkileg kicsit mélypontra kerülök, akkor támogat, vagy tudom, hogy miatta is húznom kell jobban, és emiatt szerintem nagyon jó versenyzés volt ez az évvége. A rajtokat nem szoktam jól venni, tehát azoktól mindig félek, de most valamiért az is, ott is jó voltam, meglepő módon. Nekem ami az erősségem szerintem az a futás. Tehát ott nem az, hogy el tudok lépni a mezőnytől, de ott tudok egy kis lazábban tudom futni a futószakaszokat szerintem, mint a többiek, kicsit energiatakarékosabban tudom futni őket, ezáltal több energiám marad akár az evezésre, akár a véghajrára, a finisre. Szerintem nekem az az erősségem, és szerintem jól tudom beosztani az erőmet, hogy 26 kilométeren tényleg csak akkor kell menni, hogyha úgy látom, hogy muszáj erősebben neveznem. Most éppen a pihenőmet töltöm, még van belőle 2 hét, de már valamilyen szinten kicsit várom az edzéseket, hiányzik az a napi rutin, amiben benne vagyok hosszú hónapokon keresztül. Decsi lovas is részt vett a nemzeti vágta budapesti döntőjén. Schwarzenbart Bálintnak ez volt a 8. nemzeti vágtája. Azt mondja, hónapokig készült a versenyre, aminek az egyik számában 3. helyezést ért el. Hangosan szurkoltak a rokonai a decsi fiatalembernek az idei nemzeti vágtán. Schwarzenbart Bálint nem most először vett részt a vágta döntőjén a budapesti Hősök terén. Ez volt a 8. versenye ugyanitt. Ez egy nagyon felemelő érzés, mert a településünket képviselhetjük és bemutathatjuk, hogy mi honnan származunk, honnan jövünk. Ez egy nagyon jó érzés. Az, aki oda felkerül, az egy fenomenális érzés. Bálint hónapokon keresztül készült a budapesti döntőre. A versenyre végül egy szentlőrinci futamon szerzett kvalifikációt. Tangó a ló, amelyikkel versenyzett, most is Érsekhalmán van tréningen. Ez egy nagyon jó érzés. Az, aki oda felkerül, az egy fenomenális érzés. Hogy készülsz fel egy ilyenben? Hát ez komoly edzést kíván. Heti 5 alkalommal edz a ló. Én most egy trénernél edzettem, én heti 2-szer jártam hozzá, többi napokon ők edzették, Molnár Gyöngyi volt a trénerünk, az edzőnk, ő már 2-szer nyerte a budapesti nemzeti vágtát.
kurca az nem az én lovam, ő édesapám ment vele, ő csin színeibe, ő is nagyon jól szerepelt, de az én lovam Corolla Tango, egy 75%-os angol telivér, ő kicsit jobb képességű, mint a Luca. Idén a középdöntő harmadik helyén végeztünk, a 14. legjobb idővel, a 69 lóból. Bálint végül idén a középfutamon harmadik helyezést ért el, jövőre pedig újra meg akarja mérettetni magát Budapesten a Hősök terén. Folytatta menetelését a kosárlabda Európa Kupa csoportkörében a KSC Szekszárd női csapata. A harmadik fordulóban a német Bundesliga aktuális bajnokára, a nemzetközi porondon szerény képességű Rutronic Stars Kelternre ugyanis 35 pontos vereséget mért a közönség maximális kiszolgálására törekvő szekszárdi csapat. Papíron óvatosságra okot adóan intőjel volt, hogy még mutatóban sem volt német játékos a Rutronic keretében. Amerikaiak, volt jugoszlávok, illetve belga és svéd játékosok szerepelnek az éppen aktuális német bajnoknál. A csapat nevében ugyan benne van a Stars szó, de sztárokat, csillagokat még csak mutatóban sem tudtunk felfedezni közöttük. Bele is futottak a késbe rendesen a vendégek Szekszárdon. Mint kiderült, a szekszárdi csapat más szintet, más nívót képvisel, egyénileg és a csapatjáték minőségét illetően is, mint ellenfele. Ráadásul a lányok nagy kedvel játszva, szinte egymást felülmúlva játszottak Dojkic és McCall főszereplésével. Így aztán 35 ponttal 83-48-ra verték a lelkes, nemzetközi porondon erősen behatárolt képességű ellenfelet. Edzőjük szomorúságukat nem titkolva nyilatkozott a legsúlyosabb vereségük után az Európa Kupában. Hiába vagyunk otthon veretlenek, hosszabb ideje már, az Európa Kupa más szint. Ekkora különbség azért nincs a két csapat között. Az első félidőben önmagunkhoz képest is gyengében teljesítettünk, ami negatívan befolyásolta az egész meccset. Nem akarom szépíteni a dolgot, akkor is kirajzolódott a két csapat játék ereje közötti különbség, amikor agresszívebben, figyelem koncentrációban azért följavultunk, mondta lehangolóan Christian Hergenröter. Jokic Zsejko leginkább annak örült, hogy a közönséget kiszolgáló, maximális győzelemre törő játékot kapott vissza szinte mindenkitől, aki pályára lép. A első félidő extra nagyon jó százalékban dobtunk, 70%-ban dobtunk hármasok, nagyon jó, eddig legjobb meccs ebben a szezonban, és másik pedig, tudod, nagyon nehéz sorozatban vagyunk, már 10 nap alatt, ez szerintem 6. meccsünk, vagy 5. meccsünk, és most tudod, erről szó, podról milyen játékosok bemennek játékban, mit tudnak plusz tenni. Az eddig csak perceket kapott Studer Zsuzsa 14 percet volt a pályán ezen a meccsen, és nem csak a védekezésben, hanem a támadásban is kapott feladatokat. Úgy látom, hogy talán több lehetőséget kapok, mint a tavaly előtti szezonokban. Én úgy érzem, hogy ezen a meccsen sikerült élnem a lehetőséggel, de az egész csapatot meg kell dicsérnem, mert mindenki szuperül játszott fejben, mindenki ott volt, és mindenki maximálisan teljesített. Zsuzsa kérdésünkre elmondta, az eligazolás más csapatokhoz, ahol biztosan több lehetőséget kapna, nem vetődik fel egyáltalán nála. Nem igazán fordult meg ez a fejembe, hogy elmenjek innen, imádom Szekszárdot, a családom ideköt, a szerelmem ideköt, minden, tényleg mindenem itt van, úgyhogy nekem itt tökéletes Szekszárdon. A fölényes győzelem részese lehetett egyébként a három utánpótláskorú, az NB1-ben már bemutatkozott játékos is. Miklós Melinda és Vince Nikolett mellett Horváth Dóra is pályára lépett ezen az Európa Kupa meccsen. A PMFC tovább jutott, a HR-rend Kozár Mislány viszont egy kihagyott büntetőnek köszönhetően nem folytathatja a Magyar Kupa küzdelmeit. A december 4-ére kiírt 8. fordulóban a legjobb 16 közé jutás lesz a tét a Magyar Kupában. A PMFC ellenfele éppen a HR-rend Kozár Mislányt kiejtő Kisvárda labdarúgó csapata lesz. A PMFC és a HR-rend Kozár Mislen is hazai pályán folytatta Magyar Kupa szereplését. A pécsiek a harmadosztályú Rákosmente KSK együttese ellen harcolták ki a legjobb 32 közé kerülést, mégpedig úgy, hogy az 57. percben Kis Krisztián szögletét a középen egyedül maradt Máté János fejelte a vendégek kapujába, majd a végjátékban szintén Máté János volt eredményes. Örülök a győzelemnek, egyértelmű, örülök, hogy tovább jutottunk, és 32 között vagyunk. A mai napon igazából egy felforgatott összeállításban egy más szerkezetben futballoztunk.
Ettől függetlenül elégedett voltam a játékosok hozzáállásukkal, az akaratot és a szívet kivitték a pályára. Akadoztunk játékba, de úgy gondolom, hogy meggyőzően futballoztunk és megérdemelten nyertünk. A sorsolásnál azt tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, ráadásul idegenben is játszottunk. De ennek ellenére azt kell mondanom, hogy az első fél ide játékunk elég szervezetten, elég frissen úgymond próbáltuk elrontani a hazai csapatnak a játékát, és abból azért voltak olyan lehetőségeink, amikor ha az utolsó passzaink pontosabbak, akkor a támadásainkat be is tudtuk volna fejezni. Tehát ilyenkor én legalábbis kupa mérkőzésen, ha mit tudjuk a gólt szerezni, akkor lett volna mihez ragaszkodnunk. Hát ez sajnos a második fél idő 50, nem tudom, 6. 7. percében ugye egy pontrugás, de hétvégén ugyanilyen szituációban kaptunk egy hárítható gólt, az meg is határozta a mérkőzésnek a menetét. Azt azért el kell mondanom, hogy több olyan játékosom játszott ma, akik utóbbi időben kevesebb lehetőséget. Azt azért látszott, hogy a mérkőzés terhelés nincs bennük, azért, hogy a második fél idő közepén azért el is fáradtak, tehát amire az ember számított is, de úgy összességében azt mondom, hogy ugyan vereséget szenvedtünk, talán mondom az első fél idő játékunk alapján én bizakodtam, hogy a második fél időben azt meg tudjuk ismételni, de a második fél idő játéka alapján a hazai csapat megérdemelten jutott tovább. A HR-rend Kozár Misleny az NB1-es Kisvárdát fogadta. A találkozó 12. percében Hely Viktor révén szerezték meg a vezetést a vendégek. A 18. percben elvégzett szabadrúgásból Jelena Richárd egyenlített. A 75. percben Grozev révén vette át újra a vezetést a Kisvárda. A 90. percben Jelena Richárd kihagyta a büntetőt, így hosszabbítás nélkül ért véget a találkozó, és a Kisvárda jutott a legjobb 32 között. Örültem az első gólnak, az lett az egyenlítő gólunk. Utána úgy érzem, hogy egész jó partnere voltunk az ellenfélnek. Hát ez egy szélső tapasztalat volna, ha most berúgom a végén, hosszabbítás. Sajnos így sült el. Most már nem rágódok rajta, de mindesetre ez egy rossz emlék marad a szívemből örökre sajnos. Pókos Csaba vezetőedző a második fél időben nyújtott játékkal volt igazán megelégedve. 2015-16-os szezonban én is stábtagja lehettem annak a tímnek, aki ilyen nagy eredményt ért el, akkor Németh Zsolti vezette Kozár Misleny, 8. döntőig jutott, egy-két NB1-es csapatot kiejtett a kupából. Vártuk ezt a mérkőzést, jó paszban voltunk, ugye 3 győztes meccs után fogadhattuk a Kisvárdát. Az első fél időben, főleg az első 30 percben nagyon-nagyon tiszteltük az ellenfelünket, nagyon-nagyon visszahúzottunk. Ugye ezt is kértük a játékosoktól, hogy ne adjunk nagy területet a kisvárdaiaknak, de túlságosan hátráltunk. Ezen próbáltunk változtatni, hogy a 30. perc környéken akkor azt láttam, hogy rendeztük a sorainkat. Bár volt 2-3 olyan lehetősége a Kisvárdának, amiből előnyt szerezhetett volna. És a második fél időben én beszéltem a játékosokkal, és mondtam, hogy próbáljanak meg játszani, próbáljanak meg futballozni, élvezzék, használják ki, és higgyék el, hogy meg tudják mutatni egy NB1-es csapat ellen is, amit tudnak. És én úgy érzem, hogy ez változott a játékképe. Helyenként kiegyenített volt a játék, szerintem szép támadásokat vezettünk. Volt olyan periódus a mérkőzésnek, amikor nem látszott a két csapat közötti osztálykülönbség. A nagyon-nagyon sajnálom a végjátékot. Tehát szokták mondani, hogy a futball igazságos, nem igazságos. Ugye a Kisvárdának az első fél időben több lehetősége volt. Második fél időben én úgy érzem, hogy igazságosabb lett volna egy döntetlen és egy hosszabbítást. De a kilátogatott nézők szerintem jól szórakoztak. Gratulálok a Kisvárdának a továbbjutáshoz. Azt mondom, hogy főleg az első fél időben még a játékkal is. Tehát kerestük a lehetőséget, nagyon sok lehetőségünk volt. Ki is hagytuk őket, és természetesen ez mind minden kupa mérkőzés. A vége nagyon nehéz lett. Ott azért köszönjük, hogy a hazaiak kihagyták a 11-est, ez természetes, mert nem nagyon hiányozott volna nekünk a hosszabbítás. Összességében azt mondom, hogy a közönség jó mérkőzést láthatott, köszönhetően mind a két csapatnak, de főleg a hazaiaknak. Mi most már ettől a pillanatok kezdve koncentrálunk a Diósgyőrre. Visszatérve a kérdésre, pihentettünk egy pár embert, de még egyszer mondom, hogy mindenki megtett mindent, és a hazaiak átlag feletti teljesítményt nyújtottak szerintem. A december 4-ére kiírt 8. fordulóban a legjobb 16 közé jutás lesz a tét a Magyar Kupában. A PMFC ellenfele a HR-rend Kozár Mislenyt kiejtő Kisvárda lesz.
Ismét közönségcsalogató táncversenyt rendezett a Pécsi Fordán Táncklub a Lauber Dezső sportcsarnokban. A 12. Databox Fashion Street Dance Magyar Kupa minősítő verseny és csapatbajnokság a klub visszatérő rendezvénye. A pécsieken kívül a megyéből is érkeztek táncosok, de ezúttal több budapesti klub is leadta nevezését. Először a rock and roll táncosok mutatták meg tudásukat a Pécsi Fordan Táncklub őszi versenyén. 16 csapat és páros 4 életkor kategóriában nevezett a versenyre. A folytatásban a csapatbajnokság következett, mely egy visszatérő versenyforma a fordanosoknál 12. alkalommal rendezték meg. A lényege, hogy egy fordanos csapatban szerepel egy 6-fős rock and roll és egy 6-fős fashion street dance formáció, valamint egy fashion street dance duó is. A rendezők 6 csapat hoztak létre sorsolással. A küzdelmek úgynevezett KO rendszerben egyenes kieséssel kezdődtek, majd pedig körmérkőzéssel folytatódtak a végső győzelemig. Hát közel 300-an versenyeznek, nagyrészt fordanosok, egyrészt Pécsről, másrészt pedig két kihelyezett tagozatunkról, Pécsváradról, illetve Bolyból érkeznek táncosok, de a Fashion Dance verseny legmagasabb kategóriában budapesti táncosok is fognak indulni. Ez egy lépcső a minősítő, ugye van, amikor csak bemutató, van, amikor nincs tét, és van, amikor helyezéses verseny, van, amikor van tét, csak ott van első és utolsó. És azok a táncosok, akik ugye még nem érik el azt a szintet, ne riogassuk, ne stresszeljük azzal, hogy utolsók lettek egy versennyel, hanem egy közbenső kategória, amikor arany, ezüst vagy bronz minősítést érnek el. Hát a rock'n'roll iskolában és a kezdő fashion dance-eseknél általában tanévben gondolkodunk, szeptembertől június közepéig tart, viszont a versenyzőknél a versenyidény januártól decemberig tart, tehát így kell gondolkodnunk. Az idei év még picikét döcögős volt, hiszen nem tudtunk minden versenyen elindulni, korán voltak a kvalifikációs versenyek. Most ami lényeg, hogy hamarosan AIK lesz területi kvalifikációs verseny, itt két csapatunk fog indulni, és ez AIK lesz, és a magyar bajnokságra bízom benne, legalább egyik csapatunk kvalifikálni fogja magát, érde lesz az ő magyar bajnokságuk, viszont a másik magyar bajnokság, amit mi rendezünk, ugye az utánpótlás kategória formációban és a felnőttek pedig párosban, pedig itt lesz a Lauber Dezső sportcsarnokban, és mindez november 30-án. A Gesszi Görzs csapatának tagja Szalánci Adrien, akinek ikertestvére Dominika és nővére Viktória is táncol. A lányok az alapoktól indultak, de mára már több kupa és érem is díszíti szobájukat, többek között Európa-bajnoki aranyérmek. Akrobatikus rock'n'rollt, 1,5 percig táncolunk. Most akrobatikát nem lesznek benne, mert ki kellett szedni belőle. A Gesszi Görzs formáció is indul az ajkai területi kvalifikációs versenyen. Lesznek benne akrobatikák is, és szeretnénk bejutni a döntőbe. Ezt a ruhát ki tervezte, ki találta ki? Az edzőnkkel terveztük. És mennyire tetszik neked ez a ruha? Nagyon tetszik. Az akrobatikus rock'n'roll táncosok után a fashion street dance táncosok léptek parketre. Csapatok és duók, kezdők és haladók több kategóriában álltak a közönség elé. A kezdők nem helyezésekért, hanem arany, ezüst vagy bronz minősítésekért táncoltak, az idősebbek pedig már a dobogós helyezésekért és a fashion street dance magyar kupáért küzdöttek. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!